harmadszorra csak sikerül fölvenni ezt a videót, mert ez a harmadik alkalom. Na, akkor mondom. Ugye a Niki allergiájáról szeretnék beszélni, amiről ígértem nektek egy videót, hogy hol tartok vele, mert mire jöttem rá, és hogyan sikerült a végén. Megint bement a kutya. Na mindegy, most már nem szólok. Hogy sikerült a végén az egészre rájönni, hogy mi is a baj. Ugye Anike az a csetirizsin cseppeket kapta, én meg a revicet ilyen szopogatós tablettát szedem, mert csak az bírom. Volt még egy tabletta, azt nem tudom, hogy hívják, abban sincsen laktóz, és én attól nagyon viszkedtem, ugye vettem azt is, nagyon viszkedtem tőle, nem bírtam szedni, nekem ez a cetirizin se, cseppek se jöttek be, úgyhogy én nekem a revicet jött be, ugye ezen nincs támogatás, így 3300 forint, 28 darabos, és ugye én azt szedtem, Aniki meg a cetirizint, és egyszer csak kijöttek rajta ilyen nagy kiütések, ugye ilyen nagyon ijesztő volt, ilyen pattanásszerű, ilyen viszketett, homlok részen, tele lett itt pattanással, ilyen nagy gyulladt pattanásokkal. Itt is több lett, mondjuk itt még mindig is van, úgyhogy aztán fogtam, ugye leálltam a tojással 2 hétre, és meg a paradicsommal, de csak úgy tudtam leállni a paradicsommal, hogy nem rendeltem ugye egy darabot sem, még magamnak sem, mert mindig elvitte, na akkor megint kapott paradicsomot a szervezet, akkor megint viszkedett. Úgyhogy úgy csináltam, hogy akkor nem rendeltem belőle, és akkor nem is volt itthon, és akkor így nem volt rossz neki, ugye, hogy szereti a paradicsomot, de még se lehet. És akkor így majonézről is mindenről teljesen leállt a paradicsom, amiben a majonéz, amiben tojás lehet, azzal teljesen leálltam, ez tartott 2 hétig, de viszont még mindig viszketett. És viszketett, és gondolkoztam, mit csináljak, és fogtam, és na jó, mondom, nem sikerül, csak szedi a cetirizint, csak viszket a háta, mindig viszketett ugye a háta, hiába szedte ezt a cetirizint, hogy csak jöttek ki kiütések itt az ujján, viszketett a tenyere, mindig jött, mutatta, hogy viszketett a homloka, mindig valahol valami kiütés kijött, akkor gondoltam, hogy jó, akkor ezt hagyjuk, és akkor kicserélem a gyógyszert, ugye ez volt az utolsó opció, és adok abból a gyógyszerből, amit én szerek. Ez egy hétvégi nap volt, mondom, hogy ne kelljen lemenni venni, kiszámoltam, fölosztottam, hogy ez az ő része, ez az enyém, és akkor így elkezdte azt a tablettát szedni. Elkezdett az eczémája múlni, ugye, ami nagyon sok volt rajta, itt ezen a részen, dekoltásnál, mell alatt, a hasán, mell között volt, akkor itt végig a fejénél, a nyakán, csak hátul, utána már kezdett elől is kijönni, egyre csúnyább lett, akkor vettem meg izzutokrémet, bekentem vele, és elkezdtem ugye az én gyógyszeremet adni neki, és mondom, ezek teljesen elmúltak. Múlt héten valamikor kentem be utoljára, még azért nem úgy mondom, hogy elmúlt, hogy teljesen eltűntek, mert nem. De már egyre kevesebb van, úgy vettem észre, hogy lehet, hogy a gyógyszer volt, vagy kevés volt, vagy abban volt még valami, ami piszkálta. Ugye én is szedtem egy másik gyógyszert, ami nekem nem jött be, én attól viszkedtem. Bevettem a gyógyszert, ugye, és csak azt vettem észre, hogy egy fél óra múlva nagyon viszkedtem, úgyhogy valami volt abban a gyógyszerben, amit én nem bírtam, és lehet, hogy a Nikinek se volt ez a gyógyszer, amit én adtam mindig, hogy hát ez allergia gyógyszer, és ez megfelel a gyereknek, lehet, hogy gyenge volt, vagy volt benne valami olyan adalékanyag, ugye abban a gyógyszerben, amit nem bírt. Úgyhogy most ott tartunk, hogy azt hiszem, hogy szombaton csináltam 8 tojásból piskotát, és abból adtam neki. Azért először egy elég szép nagy szeletet vágtam le neki belőle, és azt tette, és nem volt tünete utána, nem viszketett nagyon. Itt is az óra is mindig viszketett, hogyha ilyesmit evett. Láttam, hogy az is piros vakarja dörzsöli, úgyhogy, hogyha nem muszáj, akkor nem használok tojást, maradjál egy kicsit csöndbe. Hogyha nem muszáj, nem használok tojást, ilyen bundás rántottást szoktam csinálni, ugye mi
Minek hívjuk? Párzsiasan szoktuk mi úgy hívjuk, hogy párzsias rántott hús, ugye? És azt is tojás nélkül szoktam, vízzel egy kis víz és liszt, és nagyon jól működik. Akkor ugye a tocsniba is ki hogy hívja, körhöny, tocsni, mi krupliba bának is szoktuk hívni, meg mindennek. Abba is ugye egy tojás való, én nem tettünk tojást bele, ki lehet úgy is sütni. Most is úgy csináltam, hogyha nem kell, akkor nem használok tojást. Na most még a paradicsommal, még ott tartok, hogy ugye vettem, hogy ugye nem paradicsomból van a milánói nálunk, hanem ebből a porból. Úgymond, mert a Nikinek régen még a fokhagyma is piszkálta, a gyomrát attól is fájt, és akkor egy időre arról is leálltam, tehát így mindenről leálltam, és akkor ugye vettem ezt a port, ezt a bolonyai, vagy melyik, mindig összekeverem a milánait, meg a bolonyait. Azt hiszem a bolonyai a daráltusos, én azt szoktam csinálni, mert a gombásat mi nem szeretjük, és mármint én nem szerettem, és meg ennek jobb az íze is, nekem valahogy jobban bejött a bolonyai. Igen, remélem nem keverem össze. És abból vettem ezt a tasakosat, és abból az problémát okozott, akkor megint kezdett viszketni, de még ugye lehet, hogy akkor a cetirizint szedte, akkor az is kezdett viszketni, akkor gondoltam, hogy nem jó, és ugye van ez az Univer pizzakrém, ha ismered esetleg, meg van a spagetti krém, az is ilyen Univer. Én mind a kettőt szeretem, mert nagyon jó íze van, nekem ízlik. És ebből a pizzakrémes, szoktam így azt a pizzakrémes csavart, akármit, mi az leveles tésztát csinálni, és akkor be a sütőbe, és akkor ilyen csavart tudak vannak belőle, és azt csinálta, direkt nem kentem meg olyan bőven, hanem egy kicsit kevesebbet kentem bele, nehogy problémát okozon, és ez nem okozott problémát. És most van még itthon spagetti krém, és azt fogom megcsinálni, és valószínű, hogyha az nem okozott problémát, akkor ez se fog, úgyhogy ebből fogom neki a bolonyait megcsinálni, és akkor majd meglátjuk a paradicsomot, hogy mit csinál a paradicsom, mert ugye én azért szeretem, hogyha egy szendvicsbe, ha már vajat ugye nem tudok tenni bele, mert nem bírjuk a vajat, hanem zsírt szoktam, ugye ezt a kétszer sütött palcsó zsírt mutattam már sokszor, nagyon jó íze van annak a zsírnak, nekem is úgy mondták, tiszta szomjas lettem, annyit beszéltem, és azt most azt fogom majd kipróbálni, meg aztán majd a paradicsomot ráálltam neki ugye erre a gyógyszerre, amit én szerek, és este ezt kapja. Úgyhogy így most mondhatom azt, hogy nem vakarózik, nem annyira, nem jön neki rajta ekcémás foltok sem. Nem azt mondom, hogy teljesen nem jön ki. Jó, néha valahol itt mell szélénél ki szokott jönni, de amúgy olvastam interneten, hogy a ruha anyag. Tehát, ha valakinek érzékeny a bőre, és Anikinek pedig nagyon az, de picinek is nagyon érzékeny bőrű volt, és nem bírta például a pelenkákat se. Azzal is bajba voltam mindig, mert mindig kivitéses volt a feneke. És mit akartam mondani? Tehát érzékeny a bőre, ugye a patikai fűtetőszert használom. Úgy szintén azt mutattam egy videóban nem régen, ugye egy ilyen elfogyottak hajtermékes videóban. Azt használom, arról nem fogok átállni semmi másra, most már marad az. A DMS hajsampont, ugye amit mutattam, az teljesen ilyen, hát illatmentes, az van ráírva, meg nem tudom milyen mentes, még azt használom, és úgy mosom a haját, hogy lehajtja a csapba, és ugye nekünk zuhanyzónk van, és zuhannyal úgy le tudom öblíteni neki rendesen. Úgyhogy azt nagyjából mondhatom azt, hogy ezek a korpák, nem azt mondom, hogy elmúlt, de kevesebb lett. Tehát ő neki nagyon-nagyon ilyen nagy korpák voltak a haján. Biztos valami fejbőrbetegség, vagy nem tudom, hogy mi az, vagy csak egy allergia lehet az is, és most már azért szebb. Ugye egy héten egyszer mosom a haját, ha bezsírosodik akkor is, mert csak így tudtam azt megoldani, hogy a haja az szerintem a zsírosodásból
hogy mondjam ezt, hogy ne mondjak hülyeséget, hogy már nem annyira zsírosodik. Tehát kitoltam a hajmosást, bármennyire volt, először nagyon zsíros volt, már 3 nap után a haja nagyon-nagyon csúnyán, de nem törődtem vele, megfésültem, és akkor is úgy hagytam neki, és ugye kicsit kitoltam. Úgyhogy mindig így egy héten egyszerre megpróbálom kitolni a hajmosást, ez segített neki, meg ez a sempont, úgyhogy én szerintem, amit én most hallottam, a nézorán sempont, hogy az elmulassza, nem tudom, hogy ki fogom próbálni, még gondolkozok rajta, mert így eszembe jutott, hogy hát segítene, de lehet, hogy ugye az illat. Hogy ugye a sampont mindig azt használta, amiben ilyen illatanyagok vannak, és lehet, hogy attól volt. Én szerintem azokat nem bírja a Nikit. Úgyhogy már megint elment a hangom. Úgyhogy már itt tartunk, most úgy néz ki, hogy nem viszket, most úgy néz ki, hogy jól van ebből az allergiából. Kijöttem ezekből a tünetekből, jobb lett szerintem. És nekem még, ami nagyon bejött, ez az Ocean Sensitive, ugye bevásárlós videókban biztos láttad, ez az Ocean Sensitive mosógél, igen, mosógél, az nagyon bejött, illatra is minden, úgyhogy bejöttek ezek a dolgok. Én a náthámból még mindig nem jöttem ki, már megint elment a hangom is, most fáj a torkom, pedig nem is ittam hideget. Úgyhogy most inhalálok, tegnap is inhalálok, már 3 napja inhalálok, most már tegnap egy picit viszketett az orrom, úgyhogy most már lehet, hogy abba kéne hagyni. De ma már tudtam fújni reggel az orrom, de egyik nap se, ugye ez miatt be volt dugulva a fülem, meg minden bajom volt, az most már elmúlt. Ugye mondtam, hogy itt van egy csomó, ami nekem nagyon fáj, egy nyirok csomó, ami megdagadt, és így érintésre is nagyon érzékeny volt. És este mielőtt lefekszek, egy algópirint beveszek, és most már az is kezd jobb lenni, úgyhogy remélem most már én is kijövök ebből a láthából. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz föl. Szerdán jövök egy live-val, ugye, amikor sminkelni szoktam. Aztán majd lesz takarítós videó, csak egy kicsit összeszedem most már ebből a láthából magam, mert nagyon sokat lefeküdtem napközben. Tiszta gyenge voltam, és most már szeretnék azért tornázni, és most már ezen a héten tényleg csütörtöktől elkezdem, mert már unom ezt, hogy nem tornázok. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézted. Azért csináltam ezt a videót meg, hogy tudjad ezeket a dolgokat, hát ha neked nem jut eszedbe az, hogy ezeket megfigyeld, és hát hogyha segítettem vele, sziasztok, szép napot!